A doktor. Folyamatosan alacsony folyadékbevitel hatású. Köszöntöm Önöket! Már-már közhely, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok folyadékot kell fogyasztani, de ennek ellenére az emberek többsége maximum egy liter folyadékot visz a szervezetébe ami káros. Erről beszélgetünk most dr. Szegő Péterrel, az Ormos Intézet orvosigazgatójával. Doktor úr, ki lehet jelenteni, hogy egy liter az kevés minden körülmények között? Hát attól függ, hogy kinek nyilván egy hat hónapos csecsemőnek nem ez kevés, tehát az úgy oké, de, általában felmetődik a kérdés, ez a hogy nézete ki szóta -e rendesen. Tehát, és nem. Ezt egy orvosként meg szokta kérdezni egyébként a paciensektől? Hát akivel vagyunk olyan viszonyban, attól esetenként igen, de hát azért nyilván ez a kérdés, ez, ha valaki vadigege, vad, vadidegenként szédül be, be azért nem nem az első között szerepel. Iszolta rendesen. Iszolta rendesen. Azt, azt el lehet mondani, hogy előbb-utóbb a szomjúságra az ember immunissá válik. Nincs egyszerűen. Sokszor éjszékként érezzük a szomjúságot, tehát összekeverednek az érzetek. Így van, és ez nagyon jó, hogy felismerése kerül, mert ezek szerint ezt a lakosság is érzékeli, hogy ez történik. Tehát azért a szervezet az, az a folyadékhoz hozzá fog jutni. Na most ez megtörténik, hogyha nem iszunk elég folyadékot, akkor, akkor majd éhesek leszünk, mert annak is van folyadék tartalma. Plusz a másik az, hogyha ilyenkor zsírszövetet szedünk magunkra, az a tevéknél nagyon eklatáns, hát a teve az keresztül, mert sivatagon, hogy inna egy kortyot is, lefogja, lefogja a púpát. púpját. Mi van a púpjában? Folyadék. Nem, zsír. zsír. <gül> <gül> és, hogyha, <Elbuktam. gül> és hogyha a zsírját bontja, akkor annak a melléktermékeként víz keletkezik. Na Aha. most a szervezet is valahogy, a mi szervezetünk is valahogy így van, hogyha nem iszunk, akkor majd valahogy másképp fogunk folyadékot csinálni, és e, inkább éhesek leszünk, mert egyrészt abban is van folyadék, másrészt a plusz felhalmozott zsírt, hogyha bontjuk, annak a melléktermékeként zsír fog keletkezni. Hogyha most én vagyok a paciens, akkor azt mondom, hogy de hát doktor úr, én nem tudok ennyit inni. Én nem bírok egy kortyos többet de bevinni a szervezetembe. E, és akkor akkor ilyenkor az ember visszakérdez, hogy fáj a feje? Uh, igen. Fáj a dereka? Igen. Oké. Okay. Uh, és, 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 és ennek a hátterében amúgy egyébként minden uh -huh. fene tudja. Tehát az a helyzet, hogy, hogy nincs egy olyan szervünk, ami ezt a krónikusan alacsony folyadékbevételt meg ne sínylené a fejfájás hátterében, a derékfájás hátterében, a székrekedés hátterében nagyon-nagyon sűrűn az van, hogy egyszerűen nem viszünk be elég folyadékot. Hogy esetleg egészen random tünetek hátterében is ez lehet, amire amire hát... gyógyszert szedünk, vizsgáltatjuk, Igen. utána nézünk, gócot kutatunk, Igen. lehet, hogy csak nem ittunk eleget. Lehet, hogy csak nem egyszerű. ittunk eleget, ez így van. És hát ennél azért tudok ijesztőbbet is mondani nyilván, hogy ha, 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 megnézzük a legújabb leírásokat, akkor azokban szerepel már az, mert ugye gondolkodtunk azon annak idején is, hogy de vajon miért nem okoz veselégtelenséget az, hogyha valaki krónikusan nem iszik vagy csak krónikusan kevesebbet iszik. Ha valaki krónikusan nem iszik, az előbb-utóbb eserlétenességet csinál. Volt ilyen páciens, húgyhólyag daganatta volt, és emiatt gyakorlatilag 5 percenként járt ki a WC-re. Egy idő után el is akadt a vizelete egyébként, de ez az 5 percenként víz, vécére járás, ez nála azt váltotta ki, hogy egyáltalán nem volt semmit. Na, egy idő után is lett, és dializálni kellett. Tehát azért ez annyira nem vicces. Plusz Dél-Amerikában, ahol egyébként is egy kicsit melegebb, meg egy kicsit párásabb környezet van, Bizonyos területeken nyilván nem mindenhol, de ezeken a területeken leírták azt, hogy azok a munkások, akik étnappalát át éve átdolgozzák a, az életüket, és az emellett nem isznak elég folyadékot, azok előbb-utóbb veseedéktelenségbe csúsznak úgy, hogy igazándiból a veseiket semmi más nem tette tönkre, mint az, hogy keves volt a folyadékbevitel. A korábbi adásokban beszéltünk arról, és ez nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy a vese az nem egy megújuló szerv. Tehát, hogyha azt tönkre tesszük, akkor azt tünkretettük az, az pont. Tönkre van menve, így van. Négy azt kérdés, utána nem az lehet Átítani, átalakítani, tehát nagyon-nagyon fontos a vese egészsége. Ki az, aki a vesénkkel foglalkozik? Mit tehetünk a vesénk egészsége érdekében? Eh, hát a, aki a vesével foglalkozik úgymond versenyszerűen, az a vese az a nefrológus. Tehát hogyha, hogyha, ha valaki a laborjában azt találja, hogy a gfr egy kicsit alacsonyabb, vagy felhívja rá a figyelmét a házi orvosa, hogy a veséje bajban van, akkor fel kell keresni a nefrológust, és ő meg fogja tudni mondani, hogy mi az, ami éppen mondjuk, hogy rákcsálja a veséjét. És akkor onnantól kezdve arra, hogyha figyelmet fordítunk, azt a folyamatot meggátoljuk, akkor a vese egészséges tud maradni, vagy legalábbis működésében nem lesz annyira zavart, hogy az az életminőség minőségünket hosszú távon károsan befolyásolna. De hát nem csak a veséről van szó, tehát alapvetően tényleg a fejfájások hátterében nagyon sűrűn az áll, hogy nem ittunk elég folyadékot. Ha nem iszunk elég folyadékot, akkor a vérünk ezt szokták mondani, hogy nagyon sűrű a vérem. Ez szó szerint ilyenkor kialakult, mert ilyenkor a vérnek a, a keringési paraméter, a keringési tulajdonság, az romlanak. Na most mi van akkor, hogyha egy folyadék nehezebben keringethető a rendszerben, akkor magasabb nyomással kell keringetni ugyanazt a folyadékot, hogy ugyanazt a sebességet elérjük. Ebből aztán a vérnyomás elkezd megemelkedni. Igen, nem doktor úr, de nem tudok olyan sokat inni, mert nem tudok de... olyan sokat elszaladgálni a mosdóba, mondja hát, de... ezt a paciens. Igen. Ha valaki elkezd egy kicsit több folyadékot fogyasztani, mint amennyit korábban ivott, akkor ez valóban az esetek többségében a kezdete-kezdetén megtörténik, hogy többet kell egyszerre járni. De aztán utána kialakul egy új egyensúlyi állapot, plusz azért a, a úgy, a kapacitása azért az dolog, tehát előbb-utóbb adaptálódik a rendszer, és majd ez a, ez a folyamatos vécére járogatás, ez szépen lassan meg is szűnik, viszont az ember a mozgásszerv rendszerében, a fejében, a keringésében, a vérnyomásában, és a bőrén is érzi azt, hogy most már azért a folyadékbevitel az elég lett, mert aki nem iszik, annak egyébként a kezén, az arcán, a dekoltázsán mindenhol lehet látni azt, hogy egy kicsit ilyen szotjat. Uh -huh. Magyarul tényleg kiszállította magát. Nyilván vannak végletek, tehát, hogyha valaki mondjuk a nyári hőségben otthon van és nem érzi a szomjúságot, mert idős ember és a szomjúság érzékelő receptorai, szomjúság érzékelő rendszer, és, visszajtót is szed és még visszajtót és kiszárítja magát, azért ő nagyon-nagyon rosszul tud lenni, és az már egy más állapot. Tehát az, az konkrétan egy kiszáradás. Itt most ugye arról beszélgetünk, hogy valaki hosszú időn keresztül mondjuk mit tudom én, három liter lenne az ajánlott folyadékbevitele, és ehelyett megiszik másfelet. És személyenként változik, hogy kinek mennyi az ajánlott? Természetes, persze, hát, hogyha ha, ha megnézzük, mondjuk, az ön folyadékbeviteli igény, az kb. két-két és fél liter, az enyém az négy és fél. Az enyém mm -hmm. az négy és fél, ez, 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 mindenkire személyre szabottan fizikai paramétereitől és élethelyzettől függően alakítható, hogyha valaki nyári hőségben odakint dolgozik, mondjuk építkezésen munkás, akkor annak lehet, hogy 7 liter a napi folyadékbevitele, viszont azt se szabad elhanyagolni, mert előbb-utóbb nagyon nagy bajai tudnak belőle lenni. Köszönöm szépen a beszélgetést!